Horgolt díszítés, pöttyök, de a legkülönfélébb technikákkal és mintákkal díszített tojások is helyet kaptak a templomkert előtti fákon. A belvárosi üzletkör tagjai kezdték el díszíteni a Magyar utcán található fákat szerda délután. Idén ugyanis már negyedik alkalommal szervezték meg a közösségi fadíszítést, aminek keretében a húsvéti ünnepek alatt bárki feldíszítheti a Magyar utca fáit. Mindig itt a templomkert előtti kis fákat szoktuk földíszíteni tojásokkal, itt az évek alatt már összegyűltek, idén is két fára való tojás gyűlt össze. A fa aljába található kis nyuszi mellett lehet fotózkodni, van egy pad, le lehet ülni, kicsit élvezni itt a csendes, nyugalmas környezetet. Az anyukák gyerekekkel megnyugodtan kijöhetnek, hozhatnak rá még tojásokat, fel lehet akasztani rá. A tojás, mint szimbólum már az ókori kultúrákban is megjelent, a kereszténységben pedig a tavasszal együtt az újjászületést, a megújulást szimbolizálja. A húsvéti tojásokat eredetileg pirosra festették, ami Krisztusnak az emberiségért kiontott vérét szimbolizálja. A kereszténység mellett a tojások befestésével sokáig a tavasz eljövetelét is ünnepelték. A belvárosi üzletkör célja, hogy a tojásfa díszítéssel erősítsék az itt élőkkel a közösséget a húsvéti ünnepek alatt is. A közösségi díszítés mellett pedig április 23-án 15 órától ismét a Kult utcával és színes programokkal várják az érdeklődőket a Magyar utcára. A Nosztalgia cukrászda előtt lesz a helyszín ismét ugyanúgy, mint szilveszterkor. Haller Závori duóval indultunk 15 órakor. Lesz golyalábas műsor, az Óvári gazdász néptánc együttes is táncolni fog. Örömtánc lesz a Zsuzsival. Tűzsonglőr előadás is lesz, és Bicek is fog ismét diszkót tartani. A Kult utca részletes programja megtalálható a belvárosi üzletkör közösségi oldalán. A közösségi tojásfa díszítésre pedig várnak minden érdeklődőt. Az elmúlt években és az idén összegyűjtött díszekkel pedig jövőre ismét ünneppel öltöztetik a templomkert előtti fákat.